Szép estét kívánok, köszöntöm a köztér nézőit. Nos, itt van a tanév vége, tudjuk ezt jól, hiszen zajlanak az érettségik, elballagtak már a középiskolások, ballagnak az általános iskolások, a pedagógusok tanácskoznak, és hát ilyenkor van az is, hogy mint amiért ma itt találkoztunk, hogy az Emberi Erőforrások Minisztérium a pedagógus napon, tehát június első vasárnapján adja át azokat az elismeréseket, amelyeket a köznevelés területen kifejtett munkáért odaítélnek, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy köszönhetünk egy székesfehérvári pedagógust itt, aki ebben az esztendőben az Apáczai Csere János díjat vehette át. Vendégem Vizi László Tamásné, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium igazgatója. Csókolom a kezét. Szép jó napot kívánok. És gratulálok mindannyiunknak. Köszönöm szépen. Túl van már a sok-sok gratuláción, gondolom én. És ilyenkor talán leülepedik annyira ez az egész történet, hogy tudunk erről beszélni, hiszen ez egy megerősítés mindenféle értelemben. Valóban én is úgy éreztem a megtiszteltetés mellett, hogy ez egyfajta megerősítés volt arra, hogy az eltelt 34 évben pedagógusként és a pedagógusi pályának nagyon-nagyon sok szegmensében, amit ki tudtam fejteni, tenni, az megfelelő értékű volt, mint ahogy azt is hozzá kell tennem, hogy azért ez egy lendületet is tud adni egy ilyen hosszú, már pályán töltött évek után, még a hátralévő időben, hogy hasonló teljesítményt tudjuk leadni. Igen, több mint 30 esztendeje szól. Mert hogy ez egy szolgálat. Feltétlenül. Mondjuk, hát az ember szolgál, a szolga kiszolgál, az embert emelem ki ebben az értelemben. És azt hiszem, hogy egyetérthet velem, hogy a tanítás a legoptimistább dolog a világon. Valóban így van, és azt hiszem, hogy az egyik legszebb területe az életnek és a hivatásoknak, aki ezt választja, az valóban a jövőbe fektetett reményét tudja kifejteni, leginkább úgy, hogy mellette tudja sok-sok erőt kifejteni, amivel a gyerekeket és a rábízott ifjúságot nevelni tudja. Nem véletlenül mondják a nagyon is optimista japánok, hogy egy remek tanárral eltöltött egyetlen nap többet ér, mint 1000 évnyi szorgos tanulás. Ezt némi túlzást természetesen, de azért egyetérthetünk velük. Nos, én azt gondolom, amikor hírül vettem az elismerését, hogy amikor beszélgettünk az elsős tanítónénéről és Horváth Miklósról, aki az egyik példaképe volt, aki az indítatást adta a pedagógus hivatásához, hogy de örülnének ők most. Igen, én is azt hiszem, és akkor ehhez hadd tegyem hozzá, hogy az egyik legnagyobb élményem újra csak az elsős tanítónénémhez fűz, Horváth Miklóshoz nem tehetem, mert sajnos ő már nincs közöttünk, de azért az egy nagyon nagy élmény volt, és azt hiszem, hogy az is az a bizonyos mérföldkő volt, amit ő azért nagyon sokat lerakott az én életembe, amikor az igazgatóságom első évében pedagógus napkor ő keresett fel telefonon az irodában, és kívánt nagyon sok szerencsét, és nagyon sok sikert a továbbiakban. Azt hiszem, hogy ez mindent elmond arról, amit én inspirációként és motivációként kaphattam az előttem járó számomra fontos példaképektől. Így is történt. Egy rendkívül különleges oktatási intézmény első számú vezetője. Pedagógusként azt hiszem, ezt elmondhatjuk, hiszen amikor arról beszélünk, hogy a közismereti tárgyak és a művészeti tárgyak összekapcsolódásáról beszélünk, ez látszólag nem egy problémás dolog. Ugyanakkor a hétköznapokon kiderül, hogy nagyon is az. Hogyan lehet egyensúlyt teremteni? Hogyan lehet úgy megvalósítani, hogy a szárnyaló lélek, a művészeti elképzelések kapcsolódjanak a közismereti tárgyakhoz, hiszen ez nélkülözhetetlen az eredményességhez? Hát elengedhetetlen, hogy meg lehessen találni a harmóniát e között, a két dolog között, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan tanárkollégákkal dolgozom együtt, akik ezt érzik és értik, hogy azok a gyerekek, akik a művészeti tagozaton nagyon sokat alkotnak, rendkívül kreatívak, ők sokkal érzékenyebbek, és ebből következően másféleképp kell tudni ezekhez a témákhoz és ezekhez a területekhez hozzányúlni. Örömmel mondhatom el, hogy nem csak a képzőkkel,
festőművészet területén találják meg a tehetséget a gyerekek között, hanem bizony elmondhatom, hogy nagyon különleges egyéb versenyfelkészítések során olyan eredményeket érnek el a gyerekeink, amik teljesen máshol mutatják meg azt a nagyszerűséget, amit magukba képviselnek. De a saját életemből is elmondhatom, hogy számtalanszor kaptam arra lehetőséget, hogy a művészeti tagozat osztályaiban először is a ábrázoló geometriát tanítottam, amikor annak idején a művészeti tagozat indult. Hát egy különleges élmény ezt is kipróbálni, akkor, amikor a vonalzóhoz és a körzőhöz bizony ragaszkodnunk kell, hiszen ott azt a fantáziát, amit az ember megtalál, és amire alapozhat, teljesen más matematikai lehetőségekkel kell a gyerekekkel megmutatni. De a matematika oktatásánál is tudnom kellett, hogy sokkal koncentráltabban, sokkal-sokkal több türelemmel, és főleg egészen más módszerekkel kellett ugyanazt az anyagot elsajátítatni a tanítványaimmal, mint amit a gimis osztályokban lehetett megvalósítani. Kétszer-kettő-négy, mindig négy. Igen. A művészek számára is. Miként lehet formálni egyébként a ma fiataljait? Gondolok itt elsősorban arra, hogy nagyon ügyelni kell szerintem a tópartiban arra, hogy a művész tagozatosok, akik oltatlanul is nagyobb figyelmet kapnak azért étközben, és a közismereti tárgyakban jeleskedők is egyenlőségjelet kapjanak egymás között. Hát szintén ez azt hiszem, hogy a tanári hivatásnak egyfajta kihívását jelenti, és én azt is látom, hogy a mi tantestületünknek ennek meg is tud felelni. Nyilvánvaló, hogy éreznünk kell mindannyiunknak azt, hogy a kétféle iskolatípus ilyen módon a maga megerősítésével és egymás felerősítése mellett mindenhol tudnunk kell, hogy mi az, amire a hangsúlyt kell helyezni, és ez megfelelően meg is történik. Én azt hiszem, hogy ha gimis órákra, közismereti tárgyakra gondolunk, meg hogyha a művészeti tagozatnak a teljesítményét látjuk, akkor ezek igen érvényes, hogy felerősítik egymást, hiszen olyan eszközöket is lehet használni a pedagógiai módszerekben, amelyek pontosan ennek a két dolognak az egymásra hatásáról, kölcsönhatásából adódik. Igen, hát a tehetséggondozáshoz elengedhetetlen, hogy az komplex módon történjék. Feltétlenül, hiszen mi eleve arra kell, hogy szerződjünk, hogy a gyerekeknek azt az általános műveltséget közvetítsük, amellyel minden területen az életben megállhatják a helyüket. Ezség szó a speciális nevelési igényekről, mert ez is kifejezetten egy sarokpont egy ilyen középiskolában. Igen, hát ugye ezt két részre kell bontani mindenképp. Nyilván vannak olyan gyerekeink, és hozzáteszem, hogy ugyan kis létszámban, de növekvő ez a létszám, akiknek valamiféle segítségre, plusz segítségre szükségük van, mert ők a lemaradók közé tartoznak. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy amikor ilyen feladatot kell megoldani, akkor a tanár kollégáim ezeket a feladatokat kiválóan ellátják, felnőnek egész egyszerűen ehhez a feladathoz. Ami azért nehéz, mert azért a sajátos nevelési igényű gyerekek másik csoportja pontosan azokat a gyerekeket illeti, akik rendkívül tehetségesek. Ő hozzájuk is ugyanezeknek a tanárkollegáknak olyan módszerekkel és főleg olyan tudásanyaggal kell tudni hozzányúlni, és olyan lehetőséget, segítséget biztosítani, amivel a tehetséges gyerekeket is azokra az eredményekhez tudják hozzásegíteni, mint amit a mi iskolánkban elmondhatunk. Így van, de önmagában a mérce nem lehet a tehetség, a kiemelkedő tehetség, mondom én, mert a határa csillagoség, ezt tudjuk a hétköznapokban is. Pedagógusok, hiszen a pedagógusok egy része nyilvánvalóan a művészeti tagozatnál részmunkaidőben dolgozik, illetve hát is ott van, hogy találnak ők egymásra, hiszen ez kézenfogva kell, hogy járjon, hogy a hasonló nevelési igényeket, amit az integráló erő, az első számú vezető meghatároz, teljesüljenek. Én azt hiszem, hogy ezt is harmóniában tudjuk kezelni. Vitathatatlan, hogy nem egyszerű dolog azokkal a részfoglalkozással, ellátható feladatokkal összeegyeztetni a mindennapi találkozást, ami bizonyít az időben és térben való különbözőség, ez erőteljesen meghatározó tényező. De én azt hiszem, hogy olyan
jó kapcsolatunk van egymással, hogy keressük is egymás társaságát a gyerekek érdekében elsősorban, meg azért próbálunk olyan tantestületi rendezvényeket, olyan programokat beiktatni a tanév során az életünkbe, ahol ez az egymáshoz való közelítés igen erőteljesen elősegíthető. No, hát akkor ismerkedjünk meg az intézménnyel, mert mi kívülről látjuk, hogy ez a régi ifi ház, úttörőház, és majd később esik szó arról, hogy hát, ha egyszer majd ez változik, és egy kicsit másmilyen lesz. Most is szép az épület, és de menjünk be az épületbe, hiszen 4-5 és 6 osztályos gimnáziumi és szakgimnáziumi, 5 osztályos szakgimnáziumi osztályokkal működik. Ez ebben az értelemben mondhatjuk, hogy modern ez a képzési rendszer? Én azt hiszem, hogy igen, hiszen a társadalom számára, a iskola használók számára gyakorlatilag mindenféle képzésre adunk lehetőséget. Nyilván ezt még lehetne bővíteni, akár a képzési formát tekintve, akár tartalmát, és ezen rajta is vagyunk, csak hát azért ezt tudni kell, hogy ennek elég sok feltétele van, tárgyi és személyi feltétel, hát az anyagiakról meg ne is beszéljünk, de ötleteink vannak. Rendben van. Mielőtt folytatjuk ezt a részt, azért itt van előttem a 2018. évi gimnáziumi rangsor, ugye az idei még nincs meg értelemszerűen, és az nagyszerű dolog, hogy Székesfehérváron a legjobb a tóparti, ezt eddig is tudtuk, a megelőző a Cisztert és a Telekit, de benne van az ország 100 legjobb középiskolában, ez óriási eredmény. De ha belenézünk ebbe a rangba, tehát itt a statisztikákat böngészve kiderül, hogy rendkívüli figyelmet fordítanak nagyon-nagyon sok mindenre. Gondolok itt elsősorban, tehát mi furcsa, hogy azt mondjuk, hogy művészeti szakgimnázium és gimnázium, de a matematika érettségi átlaga kiemelten magas, az emelt szintű történelem átlag megint csak kiemelten magas, és a nyelvi érettségi pedig egészen zseniális eredmények születnek. A magyar érettségiken nem különben. Tehát ez olyan komplexitást sugal nekem, hogy azt mondom, hogy itt minden rendben van. De hogy lehet ezt a hétköznapokon így megtenni? Tehát kezdjük talán a matematika érettségi, hiszen ez szívügye, azért valljuk meg. Igen. Hát igen, ez az eredmény két részből mindenképp összetevődik, a közép szintű érettségik eredményéből, és természetesen az emelt szintűből. Igazgatóságom kezdetén, egyetértve a kollégáimmal, kicsit átalakítottuk a 11. évfolyamtól ennek a tantárgynak az oktatási formáját, és azt hiszem, hogy ez nagyon eredményes volt, ha lehetne, gyakorlatilag minden tantárgyból ezt jó lenne tenni, de hát továbbra is azt mondom, hogy nincs több hely, mert leginkább ennek köszönhető, hogy ezzel a matematikánál megmutatott úttal nem tudunk a többi tárgynál sajnálatos mód élni. És pedig mi ennek ez a titka? Azt jelenti, hogy sávosan tanítunk, tehát akkor a gyerekek, amikor tizedikben választják a fakultációkat, akkor a matematikánál megadjuk arra a lehetőséget, hogy a matematika fakultációt választók számára az 5 órát ugyanaz a tanár ugyanabban a csapatban tartja, aminek az a nagy előnye, hogy itt nyilván egyfajta affinitás érzékelhető a matematika iránt a tanulóink részéről, tehát a középszintű érettségi anyagával gyorsabban lehet haladni, és így a felszabaduló időt az emelt szintű érettségéhez való felkészítéshez át tudjuk csoportosítani. Tehát ha kellő tehetséget érez egy diák a matematika iránt, és a jövőképet lát ebben a tantárban, akkor lehetősége nyílik arra, hogy kiemelt óraszámban tanulhasson, és ráadásul olyan pedagógussal, aki csak velük foglalkozik, ha úgy tetszik. Igen, igen. Tehát ez a komplexitás. Így van. A többi tantárgynál is plusz órát tudnak venni ahhoz a választások során, amivel magasabb óraszámot kapnak, de sajnos ott ezt a homogenitást, ami a csoport és a tanár között van, nem feltétlenül tudjuk már biztosítani, mint hogy az sem, hogy az alapórához kapcsoljuk hozzá ezeket a plusz 2 órás felkészítőket, pedig hát nagyon jó lenne, mert ugyanezt tudnánk akkor ezzel produkálni. A nyelv pedig igen, az alapvetés, ugye? Mert így majd van. Angolt és németet tanítanak, viszont azt kiemelten magas szinten. Így van, hiszen a specialitások mindenképp a heti óraszámokat figyelembe véve
7-6, illetve 5, ami azt jelenti, hogy ahogy megyünk fölfelé, ugyan fogy, de a másik idegen nyelvnek az óra száma pedig tud nőni, és ebből következik, hogy akár mindkét nyelvből a gyerekek megszerzik a nyelvvizsgákat. Tehát kiegyenlítődik egyik oldalról, és ráadásul aki ugye úgy kezdi, hogy 7 órája van egy héten, adott esetben egy tanítási hétben, az nyilvánvaló, hogy megkapja a kellő alapokat, hogy kevesebb óraszámmal is tud magasabb fejlődni. Magasabb eredményt. Így van, el tud érni. És a magyar történelemnél ez hogy zajlik? Mert ez is, ami különösen érdekes, mert azért valljuk meg, egy ilyen gimnáziumból a zöm, tehát a művészeken kívül a humán tárgyakat kedveli jobban. Vagy ezt rosszul gondolom? Ez nem egészen így van. Tehát én azt mondom, hogy ez sokkal inkább azt mondhatjuk, hogy kiegyenlítődő. Szerencsére nagyon sok olyan programunk volt, nagyon sok olyan lehetőséget mutattunk meg a gyerekek számára, ahol a műszaki pálya, illetve a természettudományos tárgyak iránti érdeklődés erőteljesen nőtt. Ugye ez különösen a pályakövetésnél jól kimutatható. Tehát azt mondhatom el, hogy fele-fele arányról beszélhetünk, hogyha ezeket egyáltalán lehet ilyen kategóriába sorolni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy mind a két oldalról jól teszi a dolgát az a kollégám, aki ezeket a foglalkozásokat és órákat tartja, mert egyaránt mind a két oldalról sikeresek a gyerekeink. Ha már az igazgató azt, hogy nem lett közgazdász. No, és a felvételi mérce az egyre emelkedik nyilvánvaló. Viszont azt hiszem, hogy ez egy ilyen iskolában végzettnek nem lehet akadály. Hogy állunk ezzel? Mondjuk ott nézzük meg a tavalyi esztendőt, mert én azt gondolom, hogy már az időről is beszélhetünk, de az felszínes képet mutat még. Hát az érettségizőinket szoktunk természetesen ilyenkor mérni és követni őket, hogy mégis hogyan alakult az életük. Én örömmel mondhatom el, hogy akkor, amikor egy 155 fős érettségiző 12. évfolyamot vizsgálunk, akkor az derül ki, hogy legfeljebb egy-két gyerek nem tanul tovább. Ez is leginkább abból következik, hogy esetleg olyan szociális háttere van, ami nem engedi meg, tehát az első évet egyszerűen arra használja, hogy a megfelelő szociális és ellátást a saját maga számára meg tudja teremteni. Egyébként tovább tanulnak a gyerekek, és azt is örömmel mondhatom, hogy általában az első helyre szoktak bekerülni, amit megjelölnek a felvételi eljárás során, és amire én különösen büszke vagyok, és ez én azt hiszem, hogy megint csak a mi eredményeinket és a hozzáértő kollégáimnak módszertanilag és tartalmilag is a kiválóságát mutatja, hogy a gyerekek bent is maradnak az egyetemen. Magyarul olyan munícióval engedhetjük őket el, ami kellő alapot ad a felsőoktatási intézményekben való továbbtanuláshoz, ha már az előbb a matematikáról volt szó, különösen kiemelném. Nagyon-nagyon jellemző, hogy az első vizsgák, első szigorlatok igencsak megtizedelik az egyetemisták sorait. Hát a tópartisokra szerencsére ez nem jellemző. Örülünk neki. Nos, beszéljünk a művészeti szakgimnáziumban végzettekről. Ugye az teljesen egyértelmű, hogy nem csak a tehetség okán, de nem lehet mindenki művész. A felvételik aránya, amikor elindulnak egy úton, hogy aránylik? Mert hogy nyilván iparművészettel is foglalkoznak, képzőművészettel jó néhányan, illetve a társ hivatásokat választják. Hát ugye ez a bekerülés lehetősége az eléggé leszűkül, amikor ők elindulnak ezeken a sok fordulós lehetőségek megtalálását, illetve felvételét jelentően, ami azért volt bonyolult most, ahogy ezt kimondtam, mert tényleg mindenhol máshol működik ez az egész rendszer, és nagyon sokféle módon kell a gyerekeknek egy szakirányú továbbtanuláshoz felkészülni, magyarul a művészpályát, ha ezt szeretnék követni, hogy oda megfelelően tudjanak a gyakorlati vizsgákra felkészülten elindulni. Azt mondhatjuk el, hogy azért én azt hiszem, hogy ha arányokat tekintünk, akkor a gyerekeink, aki ezt az irányt választja, nagyon jó arányba kerülnek be ezekre a képzésekre. És ahogy a szerkesztő úr is mondta, valóban így van, hogy aki nem feltétlenül így keresi a továbbtanulás lehetőségét, vagy az érvényesülés lehetőségét, rájuk pedig jellemző az, hogy olyan területeket találnak, ahol a megszerzett tudásukat, amit a tóparti
a művész kollégáim irányításával tudnak maguknak elraktározni. Olyan területeket találnak meg, ahol ezekkel a tudás magvakkal kiválóan tudnak aztán érvényesülni. És nyilván a tanári pálya is előttük áll. Így van. Ha már róluk beszéltünk, akkor essék szó a kiállításokról. Fontos az iskolának, tudom, hogy fontos, de mennyire fontos az iskolának, hogy esztendőről esztendőre olyan tárlatokat rendezzen, ahol a diákok valóban lubickolhatnak a figyelemben? Nagyon fontosnak találjuk, hiszen a gyerekeknek a sikerélményre szükségük van. És ha sikerélményt az is nyújtja, hogy azokat a házi szervezésű, de egyre inkább a kortárs művész kiállítások sorába beleilleszkedő kiállításokkal segíteni tudjuk, akkor ez alapfeladat is, hogy oldjuk meg. És nagyon jó dolog az is ehhez, ha már a kiállításokról van szó, hogy vannak hagyományosan visszatérő kiállításaink, amik nagyon komoly éveket írnak le. És mindig van valami, amivel ki lehet egészíteni a gyerekek igényének megfelelően, vagy egy egyszerű ötlet alapján, amihez szívesen sorakoznak fel a gyerekek, és szívesen segítik ezt a munkát a művésztanáraink. Itt volt egy nagyszerű alkalom például az egyik osztálynak az osztálytalálkozója, művész osztálytalálkozója úgy kezdődött, hogy elhozták azokat a műveket, amelyeket az alatt, az idő alatt, amíg a tópartiból kikerültek, készültek. Ez lehet, hogy művészi alkotás volt, hiszen nagyon sokan művészként élik ebből az osztályból az életüket, életük pályáját tovább, de szerencsére voltak olyan kiállított tárgyak is, ahol már valahol egyfajta hobbi szinten, de mégis a művészethez kapcsolódó volt. És ami a legmeghatóbb volt ebben az egész eseményben a meghívó, amit mindenképp szeretnék elmondani, leginkább azért, mert úgy kezdődött, hogy mindenkit szeretettel meghívnak erre a kiállításra, amely a tóparti, mint origó, és az az origó, ami a művészeti tagozatot jelentette, ahova vissza lehetett térni. Én azt hiszem, hogy ez mindent elmond, ami a tópart is már nem hozzánk járó, de régi diákjaink érzelmi kötődését jelenti az iskolával kapcsolatosan. Igen, hát ez szívet melengető. Annál is inkább, mert én magam is tapasztaltam már számtalanszor, hogy az öreg diákok visszatérnek, méghozzá egyre nagyobb számban. Egy kicsit tekintsünk ki az országos viszonylatokba. Ugye esztendőről esztendőre vannak kompetenciamérések. Ezek mennyit segítenek az iskola vezetésének abban, hogy meghatározzák az irányt? Hát ez egy érdekes mérés, ez a kompetencia mérés. Azt mindig örömmel vesszük tudomásul, hogy az országos átlag fölött vagyunk. Mindazzal együtt, hogy igazából ez kötelez is bennünket. Tehát ilyen eredmények mellett ez elvárható, hogy ezek a kompetenciák hasonlóképpen mutatkozzanak meg a megfelelő értékpontokat illetően. Nyilván alapul kell vennünk, hogy ezt az eredményt tartanunk kell, ha lehet, akkor ezen javítani is kell, még hogyha magas eredményekről is beszélünk, de azt mindenképp hozzáteszem, hogy a mostani kompetencia mérésnél is a gyerekeknek felhívtuk a figyelmét arra, hogy a saját helyét is érdemes megnézni, amikor az értékelések elkészülnek, és országosan ezek megjelennek, és személyre lebontottan meg lehet találni, mert azért saját magának is sok mindent mutat, hogy amit megtanult, vagy amire fel tudtuk hívni a figyelmét, az mennyiben hasznosítható, és hogyan. Igen, hát ebben szerepel a beiskolázási rangsor, és nem különben természetesen az egész országban a közép- és emelt szintű vizsgák eredményei, úgyhogy azt hiszem, hogy ez hiteles képet ad mindig. Ezt egyébként figyelemmel kísér, gondolom a pedagógusok is. Hogyne. Annyira, hogy azért mi ezt elemezni is szoktuk, hiszen ez elég beszédes ábrákat és beszédes háttérinformációkat hordoz. Nagyon érdekes változásokat lehet tapasztalni, amire oda kell figyelni, és amire nagyon érzékenyen reagálni is kell. Nagyon sokan azt mondják, hogy úgyis csak az számít, hogy felvesznek az egyetemre, vagy sem, tehát hogy évközben mi minden történik, az kevéssé. Én nem tartom ezt helyes gondolkodásnak. Megmondom azt is, hogy miért. Hát a városi, megyei, országos tanulmányi versenyek azért hűképet adnak. Az intézményt is megerősítik, a diákot nem különben, és a pedagógust persze.
Így van, és mi nagyon fontosnak is tartjuk azt, hogy ezeken a megmérettetéseken helyünk legyen, keressük meg azokat a gyerekeket, azokat a tehetségeket, vagy azokat a gyerekeket leginkább, akik nem tudják, hogy ezeken a területen tehetségesek, és meg lehet mutatni az utat, hogy próbáld ki magad, és meglátjuk, hogy vajon megtalálod-e magad ezen a pályán, vagy ezen a lehetőségen. És ezért ez fontos is, hogy ezt ápoljuk, és hogy ezeken a versenyeken ott legyünk, és csináljuk. Ez akár a tanulmányi versenyről szól, vagy akár bármi olyan kezdeményezésről, ami a városban egyre több található, és amit én azt gondolom, hogy örömmel karolunk fel, hogy nagyon nagy számba mozgósítunk a gyerekeink közül, hogy vegyenek részt rajta, és próbálják ki más területen is. Nem különben fontosak a szakkörök. Tehát azt nagyon is jól tudjuk, hogy az alap mindenképpen, hogy a jövőre felkészítessük önmagunkat, ugyanakkor az iskolai szakkörök elengedhetetlenül hozzájárulhatnak ehhez. Mennyire népszerűek mostanság a gyerekek körében? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy elképesztő feladataik vannak hétről hétre. Óraszámban, külön órákban, a jövőre készülve. Ennek ellenére azért kellenek, és én azt hiszem, hogy jó is, hogy vannak szakkörök. Hát vannak szakkörök, és jó, hogy léteznek, és lehet indítani, és vannak olyan kollégák, akik ezeket felkarolják, és lelkesen csinálják. Azt azért valóban tudni kell, hogy a gyerekeknek olyan egyéb leterheléseik vannak, ami nagyon örvendetes, hiszen például rendkívül sokan sportolnak, ráadásul élsportolók. Tehát ez rendkívül sok időt visz el az életükből, de nyilván olyan élményeket és olyan kibontakozási lehetőségeket jelent, amit semmiképp sem szabad elhagyni. Nagyon kis mezsgyén tudunk éppen ezért haladni, amikor szakköröket hirdetünk meg, de szerencsére mindig sikerül találni olyan témát, amiért szívesen jönnek be. Gondolok itt például olyan, hogy kreatív írás. Egészen másról szól, mint ami egész egyszerűen mondjuk egy fogalmazás megírását jelenteni. Ragyogóan lehet hasznosítani rendkívül sok területen. Vagy természetesen ott van a robotikának a kérdésköre, ami manapság elengedhetetlen, és nagyon nagy lelkesedéssel vesznek ezeken a szakkörökön is részt. És a szervezését illetően azt hiszem, hogy mindenképp alapképletként azt kell elmondani, hogy olyat kell kitalálni, ami az ő érdeklődésükhöz, ehhez a Z-generációhoz illő. Diákai kormányzat. Igen. Népszerű, mégpedig azért, mert én azt gondolom, hogy 2019-ben alapvetés, hogy a diák önkormányzat aktív legyen, másik oldalon tudja a helyét, tudja a feladatait, hiszen nem csak kérni kell, hanem teljesíteni is kell ehhez. Így van, én azt hiszem, hogy ez a harmónia is megvan. Éppen most is egy olyan gyűlésről jöttem, ami már a következő évi diák rendezvényeknek az előkészítését szolgálta. Nagyon-nagyon örvendetes az, hogy kiváló tárgyaló partnerek a gyerekek. Nagyon nagyszerű dolog azt érezni, hogy ők szeretnének dolgokat megvalósítani, rengeteg ötletük van, elfogadják azt is, hogy vannak bizonyos határok, amit nem tudunk túllépni, mert nincs rá lehetőség, és ezek között a határok között, vagy ezek között a lehetőségek között mindig azért a lehető legjobbat hozzuk ki, és én azt is érzékeltem, hogy örömmel fogadják azt is, amikor én magam állok elő valami olyan ötlettel, amire ők azt hitték, hogy nem feltétlenül érdemes ezzel keresni, mert hát biztos van olyan szabályzó, ami miatt nem működne. Hát ezek a legjobb programok, amikor így össze tudunk találkozni egymással. Essék szó a gazdálkodásról. Azt hiszem, hogy egy kiegyensúlyozott gazdálkodás elengedhetetlen ahhoz, hogy ilyen szintet érjen el egy középiskola. Hogy áll össze egy középiskola gazdálkodása, kérdezem nagy sóhajjal? Hát ebben nagyban segít bennünket a tankerület, hiszen azt a pénzmennyiséget lehet felhasználni, amihez az engedélyeket megkapjuk. Azt mindenképp szeretném hozzátenni viszont, hogy ami az oktatáshoz szükséges befektetéseket jelenti, vagy ami a gyerekek biztonságát és a komfort érzését növeli, az azért mindig elfogadásra kerül. Meg kell tudnom természetesen alapozni a kéréseket, hogy mit miért szeretnénk megvalósítani, vagy mihez szükséges egy-egy beszerzés, egy-egy ilyen típusú kérésemnek a teljesítése, de a maximális partnerséget érzékelem. És a pályázatok, hogy állnak a pályázatok mostanság, amelyek a középiskolások javát is szolgálják?
Hát amint lehet, mindennel elindulunk. Tehát azért ezek nagyon jó lehetőségek. Nagyon jó lehetőségnek talán például azt a pályázatot, amit az ősszel két osztályunk is részt tud venni a Határtalanul programban. Nagyon fontosnak tartom, hogy legyen meg ahhoz a lehetőségünk, hogy a gyerekek megismerjék azokat a területeket, ami Magyarországhoz tartozó területként, mint határon túli diáktársaikat felkeresve ezeket az élményeket is meg lehessen szerezni. És különösen nagyon szép dolog az, hogy két csoport is indulni fog itt közeljövőben ezeket a lehetőségeket kihasználva. Egyéb pályázataink is vannak, ami a továbbképzésekre vonatkozik, vagy olyan diákprogramoknak a megvalósítására, ami mindenképp megfelelő anyagiakhoz kötött. Viszont, hogyha ügyesen csináljuk ezeket a pályázatokat, akkor ezek azért becsatornázhatók. Tehát erre nyilván van igény. Hogyne. Egy dologról nem beszéltünk még, a családokról. Tehát a családok miként élik meg? Ezt gondolok itt a szülőkre elsősorban, hiszen szó esett az iskola vezetéséről, a művésztanárokról, a közismereti tárgyakat oktatókról, a diákokról. Mindenről beszéltünk, csak azokról nem, akik nagyon-nagyon várják ilyenkor már a felvételi eredményét, az iskolai végbizonyítvány eredményét, az érettségi eredményét. Mi újság, milyen, hogy tartják a kapcsolatot a szülőkkel? Egyáltalán fontos-e, hogy napi kapcsolatot ápoljon a középiskola a gyermekek szüleivel? Feltétlenül. Szerencsére én azt mondhatom el, hogy nekünk egy olyan szülői gárda a támogatónk, akiknek erre mindenképp igénye van. Kialakítottunk egy levelezési lehetőséget a e-mailen keresztül, amit a szülők szeretettel fogadnak. Általában az osztályfőnökök kezelik ezt. Beszámolunk arról, ami az iskolában történik, leginkább hozzásegítve őket azokhoz az információkhoz, amit ugye este a családi asztal, vacsora asztalnál úgy szokott elhangzani, hogy mi történt az iskolában, semmi. Hát mi leírjuk, hogy mennyi minden, semmi nem történt ugye nálunk ebben az adott időszakban. Nagyon hálásak ezért a dologért. Ez életkori sajátosság a gyerekek részéről, tehát mi ezt hidaljuk például át. De minden más egyébnél is várják ezt a kapcsolattartást, és én örömmel mondhatom el, hogy az osztályfőnök kollégáim nagyon-nagyon érzékenyen figyelnek is erre, ha olyan kérdést vagy olyan problémát hallanak szülőtől, vagy olvasnak az e-mailekben, ami nem az ő hatáskörükbe tartozik, vagy esetleg szükség lesz a megválaszolásra, akkor természetesen rögtön jönnek, és közösen próbáljuk ezeket a dolgokat orvosolni, ha arra van szükség. De azt is örömmel elmondhatom, és ez is jó érzés, amikor a szülők azt írják le, hogy mi volt az, ami jó volt, és örülnek, és köszönik, hogy mi erre gondoltunk, és ezekkel a kérdésekkel például foglalkoztunk, amit úgy gondolnak, hogy jó, hogy a tanár kollégáimmal találkoztak össze a gyerekek, és ott beszélhettek meg olyan kérdéseket, amit esetleg otthon nem is szívesen hoztak volna elő. Így van, rendjén. No, egy beszélgetésünkön már kérdeztem öntől, hogy álmodik-e a kampuszról. Most megismétlem. Igen, még mindig álmodom a kampuszról, és biztos vagyok benne, hogy egyre közelebb fogunk kerülni ennek a megoldásához, mert önmagában véve is egy nagyon nagyszerű ötlet volt. Remélem, hogy ez a közeljövőben meg is tud valósulni, és hogyha ez így történik, akkor nekünk is egy 22. századi iskolánk lesz, hogyha minden elképzelés, ami ott megfogalmazható volt, meg tud épülni. Egyéb iránt pedig milyen terveik vannak a közeljövőre? Először beszéljünk az iskolai terveiről. Hát vannak bizonyos területek, különösen tanulmányi területek, ahol úgy gondolom, hogy megint szerencsés lenne egy váltást hozni, hiszen az idő telik, és nagyon rugalmasan kell nagyon sokféle igénynek megfelelni. Leginkább ebben gondolkodom egyenlőre magamban, és nyilván utána bevonva a megfelelő köröket, elsősorban a vezetőtársaimat, középvezetőtársaimat, hogy ezeket a terveket próbáljuk meg valahogy mederbe tenni, hogy úgy tudjak odállni utána a fenntartóhoz, vagy más
külső segítséghez, hogy ezek megvalósíthatók legyenek. Természetesen ez elsősorban a gyerekek igényeinek megfelelően kell, hogy történjen, meg annak a változó világnak az igényeihez igazodva, amit körülöttünk folyamatosan érzékelünk. Így van, tempora mutantur. Arról most még nem kérdezem, hogy milyen tervei vannak a nyárra, hiszen, ha úgy tetszik, az érettségi kellős közepéről invitáltam meg ma este ide, de egyébként a pihenésé lesz a főszerep? Hát ezt nem tartom feltétlenül biztosnak. Egy dolog, ami kirajzolódott, de érdekes módon ez is bizonyos értelemben munkához kapcsolódik, az az, hogy egy meghívásnak fogunk eleget tenni a férjemmel, méghozzá a Vajdaságba egy nagyon jelentős konferenciára hívtak meg bennünket előadóként, őt történészként, engem pedig pedagógusként, és én ezt nagy szeretettel fogadtam. Tehát ide megyünk el, ez egy kétnapos szakmai tartózkodást jelent, és ha már addig elmentünk, még kiegészítjük 2-3 nappal, hogy ott körülnézzünk a régi szép nevezetességeket megtekintve. Örülök neki, és az utolsó kérdés, zárjuk keretbe ezt a beszélgetést. Milyen gondolatokkal vett át a levelet az Emmitől? Hát nagyon-nagyon nagy örömmel és meghatódottsággal, és ahogy az elején kezdtük, pontosan arra gondoltam, hogy ez egyfajta elismerés mellett egyfajta megerősítést kellett, hogy jelentsen, és egyfajta olyan kötelezettséget, hogy legalább ugyanazon a szinten kell folytatnom, mint amit eddig az értékelésben ezek szerint kimutatott az, aki támogatott benne, és akik felterjesztettek ehhez. Ez nekünk is öröm volt, még egyszer gratulálok minden székesfehérvári nevében. Jó helyre került ez az elismerés, és köszönöm. Megerősítést jelent nekünk is, kívülállóknak, ha úgy tetszik, hogy jó kezekben vannak fiataljaink. Köszönöm, hogy megtisztelt. Köszönöm szépen én. Kedves nézőink, a köztért látták, vendégem pedig Vizi László Tamásné volt, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium igazgatója, aki a pedagógus napon az Emberi Erőforrások Minisztériumának rangos elismerését, az Apáczai Csere János díjat vehette át. Én pedig köszönöm önöknek egészheti megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót, viszontlátásra!